Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2019. február 4-től pályafelújítási munkák miatt a vonat 60 állomásig közlekedik. 60 és Tétszel állomások között vonatpótló autóbusszal biztosítjuk a továbbutazást. Tétszel állomástól személyvonat közlekedik Budapest keleti pályaudvarra. Nem csak Egerben, de a keleti vonalszakasz minden állomásán már hónapokkal ezelőtt tájékoztatták az utazó közönséget a február 4-én életbe lépő menetrendi változásokról. A Pécel-Aszót közötti pályafelújítás miatt Egerből, Miskolcról, Debrecenből, Nyíregyházáról, Füzesabonyból indulva csak 60-ig közlekednek a vonatok. Innen vonatpótló buszokkal lehet Pécelig, illetve a keleti pályaudvarig eljutni. Mindenről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT és a Mávstart ZRT közös sajtótájékoztatón számolt be. 60 elérése tekintetében nagyon fontos, hogy mintegy egy órával nő a menetidő. Tehát a mostani egy óra körülbelül két óra lesz a buszpótlásnak a következtében. Ugye az intercity járatokkal gyorsabban el lehet jutni 60-ba. Valószínűleg többen fogják azt választani, hogy az intercity buszokra szálljanak fel, hiszen ez közvetlenül a keleti pályaudvarból 60-ig jön. Mint elhangzott, 2020 végéig 52 kilométer kétvágányú vasúti pálya épül át Rákos és 60 állomás között, illetve Pécel és Aszót között mindkét simpárt elbontják és újjáépítik összesen 22 kilométer hosszan. A felújításnak köszönhetően megszűnnek a sebességkorlátozások a vonalon, a vonatközlekedés sokkal stabilabbá válik, korszerű és akadálymentes állomások, peronok, parkolók, új átjárók, buszfordulók és zajvédő falak is épülnek. Régen nem utaztunk, úgyhogy nem olyan gyakran utazunk, tehát úgy különösebben nem vettem észre személy szerint ezt a vágányzást, de mondjuk jó lenne, hogyha folyamatosan mennének a vonatok, tehát nem kellene pótlóbuszokra vagy ilyesmire átszállni. Az utasok minél jobb tájékoztatása érdekében 50 ezer példányban készültek szóróanyagok, közel 40 hostess és 100 diák munkás is segít. A menetrendváltozás miatt érdemes lesz az utazóknak előre tájékozódni, illetve hosszabb menetidővel számolni.